Csiznadel Angélát köszöntöm itt a stúdióban, a kulturális programigazgatóját a Polgárok Házának. Üdvözlöm, Angéla! Jó reggelt kívánok! Régen járt már itt a délelődben, de valamikor, nem olyan régen, akkor azért beszélgettünk, nem velem, a Polgárok Házáról és a programjairól. Most azonban a pandémiás időszak egy picit keresztül húzta az önök számításait. Hogy telt ez a másfél év? Bizony keresztül húzta a számításainkat, nagyon-nagyon sok programmal készültünk, amiből aztán nagyon minimális tudott megvalósulni abban a formában, ahogy elterveztük. Egészen pontosan 2020 novemberében volt az utolsó olyan rendezvényünk, amin még nézők részt vehettek, akkor Pásztor Erzsi önálló estjével búcsúztunk a közönségünktől, és aztán decembertől átértünk mi is az online rendezvényekre. Kicsit felfejlesztettük a technikánkat, hogy ezt meg tudjuk valósítani. És tehát 2020. december óta havonta 2-3 alkalommal jelentkeztünk az online civil akadémiákkal. A civil akadémia az egy nagyon régóta futósorozat a Polgárok Házában, tehát a nézőink jól ismerték, és azért esett erre a választás, mert tudtuk, hogy nagyon szeretik, és ez egy olyan típusú rendezvény, amit mi meg tudunk oldani online formában technikailag is. A civil akadémia alatt tulajdonképpen előadásokat értek. Előadások, ugye? Igen. Ez aktuális, közéleti témák, a társadalom minél nagyobb rétegét érintő eseményekről szóló témák. Hogy mondjak egy-két példát, hogy mi volt most így a pandémia alatt. Például az amerikai elnökválasztás után Magyarics Tamás, Amerika szakértő, vagy Kiszeli Zoltán politológus elemezték a történteket, de például januárban Osztie Zoltán plébános atya adott egy új évi útravalót a hallgatóságnak, de tényleg nagyon sokféle téma. Kondor Katalin, a Magyar Rádió volt elnöke, Boros Imre közgazdász, nagyon-nagyon sokféle téma, témakör és ember. Mindig igyekszünk az adott témakörnek a legszakavatottabb szakértőit meghívni, és ők tartanak előadást. Igen, a közelmúlt eseményei között volt, és hát ez egy fontos év egyébként, és a 2021-es Trianon emlékév, és június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján azért a Polgárok Háza is megemlékezett erről a hát fontos és szomorú napról. Hogyan? Hát mi tulajdonképpen úgy terveztünk, hogy a 100. évfordulót egy nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepeljük, ami hát ugye nem tudott megvalósulni. Mi mindig nagyon-nagyon fontosnak tartottuk a határon túli nemzettársainkkal való kapcsolattartást. Számos rendezvényt rendeztünk már az elmúlt 16 évben. Rendszeres visszatérő vendégeink is vannak. Mind a 8 elszakított trianoni utódállamból voltak már vendégeink. Szerveztünk közös műsorokat, és azt terveztük, hogy visszahívjuk ezekről a területekről azokat a programokat, rendezvényeket, amik a legnagyobb sikerrel zajlottak, és olyan típusú rendezvényeket is szervezünk, ahol elmondják, hogy tudják megtartani ott a magyarságokat, hogyan élnek, mi változott az utóbbi időszakban. Tehát nagyon sok mindennel készültünk, ebből tulajdonképpen semmi nem tudott megvalósulni, és aztán a Turaida Színházzal összefogásban rendeztünk egy trianoni emlékestet igazából, és ez volt a 100. évfordulón. Itt a művészeket kell gondolom elképzelni. Igen, igen. Tehát a Turaida Színház társulatának a tagjai adtak egy műsort, ami egy szerkesztett műsort, versek, dalok, prózák, mindenféle volt benne, és nagyon nagy sikerű volt. De a Polgárok Háza honlapján, hogyha az ember nézelődik, akkor láthatja, hogy vannak olyan programok, amik vissza-vissza térnek. Tehát ezek ilyen esemény sorozatok, amikre szerintem napjainkban elég nagy szükség van. Milyen ilyen visszatérő események vannak, és ezeket mikor tudják újra majd elkezdeni? Hát, mint amit említettem már, a Civil Akadémia, az egy különböző formákban, különböző résztvevőkkel, különböző szervezésben, de tulajdonképpen már a kezdetek óta jelen van a Polgárok Házában, ezt továbbra is folytatni szeretnénk. Szeptemberben indulunk újra, szeptemberben két civil akadémiánk is lesz, szeptember 6-án lesz az első, és ezzel
nyitjuk újra a kapuinkat. De például ilyen sorozat, ilyen jellegű sorozat, ami nagyon-nagyon régóta megy, már például a Kárpát-medencei magyar népművészetet bemutató sorozatunk, nagyon-nagyon nagy sikerű, ezzel is szeretnénk újraindulni. Hát, hogy ez konkrétan mikor, mi októberre tervezünk, remélhetőleg meg is valósul, a székelyföldi gelencét szeretnénk bemutatni. Ez egy közös szervezés lesz, az együttműködés is a Szegért Egyesülettel közösen szervezzük ezt a programot. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy komplex bemutatására készülünk az adott területnek mindig. Tehát akkor itt jönnek néptáncosok, énekesek, népművészek, népiparművészek, egy kicsit a gasztronómiát is szeretnénk bemutatni, lesz beszélgetés a települések vezetőivel, kulturális szervezőivel, tehát egy ilyen komplex képet szeretnénk mutatni az adott területről. A Bolgárok Háza közösségét, a szervezői, alkotói csapatot, hogyan, nem tudom, a működésüket, hogyan befolyásolta ez a pandémiás időszak, vagy a vírus? Tehát, hogy volt egy kis összekovácsoló ereje ennek az egész időszaknak, vagy hogyan érzékelik ez? Hát a Bolgárok Háza csapata, és itt nagyon fontos az, hogy csapat. Csapat. Igen. Tehát ez egy összeszokott nagy család. Hát kis család, inkább maradjunk úgy. Tehát maguk a munkatársak, a dolgozók, nagyon kevesen vagyunk. Tehát akik az összes programot szervezzük, és az 1600 négyzetméteres intézmény termeit megtöltjük programokkal, tulajdonképpen három emberről beszélhetünk, plusz van egy olyan munkatársunk, aki a gazdasági ügyeket viszi, van egy hölgy, aki a büfét, de igazából nincsenek így leosztva a szerepek. Itt mindenki mindent csinál. Ennek a néhány fős csapatnak a 90%-a a kezdetektől együtt van, tehát 2004-ben, amikor megnyitottunk, azóta együtt vagyunk, egy-két ember cserélődött ki, de ők is visszajárnak, tehát ehhez a kis családhoz tartoznak, és nagyon fontos, hogy ezt a kis csapatot kiegészíti egy több mint 20 fős önkéntes háziasszonyi csapat. Nélkülük nem tudnánk működni. Ők a kezdetek óta jelen vannak a Polgárok Házában, és segítenek nekünk. Ezt a segítséget úgy kell elképzelni, hogy a bejáratnál, a kapuba fogadják a vendégeket. Aki nem járt még nálunk, megmutatják a házat, intézik a ruhatár ügyeit. Ha olyan vendégeink vannak, hogy vendégül kell látni őket, akkor készítik a süteményeket, kenik a szendvicseket, locsolják a virágokat nyáron, amikor be vagyunk zárva, beosztják magukat hétről hétre, és akkor úgy jövünk vissza szeptemberbe, hogy gyönyörűek a virágaink, semmi nem hervadt el, mert ők rendbe tartották. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon hozzánk nőtt fontos csapat, valóban nem tudnák nélkülük működni. Most rögtön a mi média missziósaink jutottak eszembe, hiszen amikor nálunk is nagyobb programok vagy műsorok vannak, események, amikor hát el kell a segítség, akkor ők jönnek, sürögnek, forognak itt a stúdióban, és hát mi is nélkülük nem tudnánk folytatni ezt a munkát. De akkor ez a fajta összefogás az önöknél is, a Polgárok Házánál is. Így van, így van, és ők teljesen önállóan megszervezik magukat, tehát idősebb korosztályra kell gondolni, tehát azt mondtam, hogy háziasszonyok, de van egy-két úr is közöttük, úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartom, hogy férfiak is csatlakoztak ehhez a csapathoz, és ők egyébként közös programokat is csinálnak, tehát lelkesen járnak ide a Polgárok Házába, itt ismerkedtek meg tulajdonképpen, még anno a polgári körök világából kerültek ők hozzánk, és itt megismerkedtek, és barátságok szövődtek, családi kapcsolatok is kiderült, hogy távoli rokonok, tehát a Polgárok Háza egy nagy találkozóhely is. És éppen a napokban számoltuk ki, hogy az első lezárás, amikor a pandémia után volt, azóta 448 nap telt el úgy, hogy ők így közösen nem találkozhattak nálunk a Polgárok Házában, és most szerveztünk nekik múlt héten egy ilyen csapatépítő összejövetelt, és nagyon lelkesek, és alig várják már, hogy újból fogadhassák a közönséget, úgyhogy senki nem volt beteg, mindenki beoltatta magát, úgyhogy ők ilyen lelkes, tetrekész önkéntesek. De ez jó hallani. Ugye a Polgárok Háza tulajdonképpen definiálja magát, hogy a közös értékrendet valló emberek fogtak össze, és így alakult meg ez a műhely. Mikor és hogyan jött az ötlet annak, hogy már pedig erre szükség van, és létre kell hoznunk ezt a közösséget? Igen, hát ez nagyon régen volt. Nagyon régen, hát relatív. Ugye 2002-ben amikor a polgári kormány elveszítette a választásokat, akkor utána Orbán Viktor meghirdette a polgári körök mozgalmát.
létrejöttek a polgári körök, szert az országban, sőt határokon túl is, és utána jött az ötlet, hogy jó lenne ezeknek a polgári köröknek egy közös otthon. És szövetség a Nemzetért Alapítvány néven lett létrehozva egy olyan szervezet, aminek Makovecz Imre volt az elnöke. Nagyon-nagyon sok közéleti ember volt akkor az alapító tagok között, és ők álmodták meg közösen, hogy legyen egy hely, ahol találkozási pont, ahol egy kiindulási pont lehet ezeknek a polgári köröknek, és megtalálták ezt a bérházat itt a 8. kerületben, egy nagyon lepusztult állapotban lévő épületről volt akkor szó, mi volt azelőtt képkeretgyár, lakóház, irodaház, tehát mi minden volt, és akkor egy ilyen nagyobb átalakítás a Makovecz iroda tanítványai által lett áttervezve az épület. Létrehoztak egy nagy közösségi teret, tulajdonképpen a belső udvar lett átalakítva színházteremmé, hatalmas, gyönyörű üvegkupolával, tehát tényleg nagyon impozáns, és aztán elindultunk azzal a nem is tudom, küldetéstudattal, hogy a polgári, nemzeti értékrendet valló közösségeknek legyünk az otthona. Pontosan ezt szerettem volna kihangsúlyozni, hogyha definiálni kell azokat az értékeket és azokat a sarokköveket, amik mentén működik a polgárok háza, akkor mik ezek a polgári... A polgári nemzeti értékrend nemzeti az értékek. A legfontosabb, és az, hogy nemzetben gondolkodunk, és tehát a határon túli területekkel is foglalkozunk. És az, hogy vannak ismeretterjesztő előadások, beszélgetések, mindenféle kulturális program, ami ugye ezt a fajta tudást és ismeretet, nemzeti emlékezetet is igyekszik elmélyíteni a magyar emberekben, azokban, akik ellátogatnak ezekre a programokra, ugye az oktatási céloknak, és ez egy jó műhelye tulajdonképpen a Polgárok Háza. Így van. Nagyon-nagyon sokféle műfajú programkínálatunk van, tehát az irodalmi estektől kezdve az ismeretterjesztő előadások, volt előadássorozatunk az őstörténetről, a népművészet, a képzőművészet, a kortárs képzőművészet is, tehát a tánc, a mindenféle műfajban jelen vagyunk. Egy közös pont van, hogy a polgári nemzeti értékrend az, ami a közös szervező erő mindegyik rendezvényünknél. Nagyon egyszerű lesz válaszolni a következő kérdésre, de muszáj feltennem, mert szerintem nagyon aktuális, hogy most napjainkban, ezekben a napokban, ezekben az órákban miért még inkább fontos, hogy ezeket a polgári értékeket képviseljük? Hát nagyon nehéz időket élünk, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon, tehát... Az emberek elvesztették a hitüket, tehát én, mint templomba járó ember is látom, hogy biztos összefüggésben van a járványhelyzettel is, hogy ugye megcsappantak a létszáma a Szent Miséken például, de minden téren azt látom, hogy az emberek elvesztették a gyökereiket. Tehát például a népművészeti sorozatunknak egy mottója volt, hogy a hagyomány gyökér, és hogyha elveszítjük gyökereinket, akkor önmagunkat veszítjük el. Én szerintem ez egy nagyon fontos, és mai napig is aktuális dolog, hogy azok, akik a múltukat elfelejtik, akár szándékosan, akár külső erők nyomására, vagy csak úgy elveszve a mindennapokba, azoknak jövőjük sincs. És mi ezek úgy szervezzük a rendezvényeinket, a programjainkat, a közösségi eseményeinket, hogy az embereket erre emlékeztessük, felhívjuk a figyelmüket, és megélhessék ezeket a dolgokat. Ugye az Istenre való ráhagyatkozás, így a működést tekintve, nekem ismerős, ugye, hiszen mi adományokból élünk, a média misszió a nézők segítségével és felajánlásaival tud működni, de a Polgárok Házának is van egy ilyen vonulata, ha jól tudom, akkor vannak felajánlások, és várják az adományokat. Maga a ház adományokból jött létre. Tehát az épület maga, amit megvásárolt annak idején az alapítvány, az teljes mértékben adományokból jött össze. Mondhatok összeget is, hiszen már nagyon-nagyon régen volt. 100 millió forintot adtak össze az emberek arra, hogy ez a központ létrejöjjön, és nem nagy vállalkozók hatalmas adományaira kell itt gondolni, hanem a nyugdíjasok 1-2 ezer forintjai nagy részben járultak hozzá ahhoz, hogy ez az összeg létrejöjjön. Aztán természetesen ugye a felújítás is nagyon sokba került, az is mind-mind adomány volt, és nagyon-nagyon sokáig úgy működtünk, hogy az emberek
küldték nekünk az adományaikat. Ez ma is tulajdonképpen megvan, hiszen egy nagyon fontos dolog, hogy a rendezvényeink ingyenesek. Tehát mi nem szedünk belépőjegyet a rendezvényeinkért, és mikor bejönnek az emberek, akkor van egy ilyen adománygömbünk, és ki amennyit gondol, bedobják. Ha éppen nem tudja, akkor nem dobja be, tehát semmi probléma nincsen ebből. Valamennyivel jobb a helyzet most olyan szempontból, hogy ugye tudunk pályázni, tehát rengeteg pályázat van, és azért megpróbáljuk a rendezvények költségeit nagyrészt pályázatokból fedezni, de a mai napig nagyon jól jönnek az adományok is. Igen, hát akkor önök is ismerik az érzést, amikor bízni kell, amikor egész egyszerűen a hitünkre kell támaszkodni. Hát mi is most pont egy ilyen időszakot élünk, hogy egy picit megálltak az adományok és a felajánlások, és hát nagyon kétségbe estünk itt az elmúlt hetekben, hogy most akkor mi lesz és hogyan is tovább. De hát közösen mindig arra jutunk itt a média missziós munkatársakkal és a vezetőnkkel is, hogy egyszerűen bíznunk kell. Tehát a jó Istenben, a segítőinkben, azokban a média missziósokban, azokban a missziósokban, akik segíteni szeretnének bennünket, és majd csak megyünk tovább valahogy. És lassan el kell köszönnöm, de még van egy nagyon fontos dolog, amit olvastam a honlapjukon, ez pedig az ingyenes jogsegély szolgálat. Ez mit akar, és kiknek ajánlják fel ezt a szolgálatot? Ennek az eredete 2006-ra vezethető vissza. Ugye pont most volt az évfordulója a 2006-os eseményeknek. Ez eredetileg arra alakult, hogy az ott jogsértést szenvedett embereknek nyújtsunk segítséget. Aztán ez az idők folyamán átalakult. Tehát mindenki, akinek bármilyen jogi problémája van, nyugodtan fordulhat hozzánk, és a jogászaink ingyenes jogi tanácsadásban részesítik őket, sőt, nem egy esetben konkrétan magát a pert is felvállalják, és segítségére vannak az adott kérelmezőnek. Minden témában és mindenkinek nyitottak vagyunk. Most természetesen a vírushelyzet alatt nem tudták a jogászaink személyesen fogadni az embereket, de van egy telefonszám, ami a honlapunkon látható, és ott telefonon nyújtanak segítséget. Ez óriási szolgálat. Ez így van. Erre hogy látják egyébként sokan jelentkezni? Nagyon nagy igény van. Nagyon nagy igény van rá. Budapest egész területéről, sőt vidékről is keresnek bennünket. Angéla, további nagyon sikeres missziót és munkát kívánok. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.